Itt vagyunk, folytatjuk a Millás reggelit a 90.9 Jazzy Rádion, még hozzá fapados hírekkel, információkkal, és akkor folytassuk szerintem azzal, amit a hallgatók írtak és kérdeztek. Nagyon sok ugye itt a visszatérítés témakörébe tartozik. Ági például azt írja, hogy próbálok objektív lenni, de nem megy a vizert, egy cseppet sem érdeklik az utasok, csak a pénzük. Kérdezi egy hallgató, milyen felleviteli lehetőségek vannak, ha nem kapom vissza a repjegyárát, és nem érem el a légitársaságot. És itt ugye ez a tegnapi, vagy nem tegnapi, szerdai döntési kérdéses, hogy sanszos, hogy az új EU szabály miatt, zárójel Gábor említett valamit ez ügyben pár hete, nem lesz refund Wizzertől, Ryanairtől, törölt járatokról van szó, nem kértünk vouchert, hanem cash refundot, de nyilván semmit sem történt április eleje óta. Köszi szépen, Orsi. Hogy az fontos volt, hogy szerdán a unió, volt olyan várakozás, és lobbiztak azért országok és légitársaságok, sőt, egyes tagállamok be is vezették saját hatáskörben, hogy lehetőséget adnak a voucher adására, tehát, hogy helyzetbe hozzák a saját turisztikai szolgáltatóikat, utazásirodákat, légitársaságokat, hogy ők eldönthessék, hogy ha az utas készpénzes visszatérítést kér, akkor is ők vouchert adhassanak. Feltételekkel, tehát egy év után, hogyha nem használja fel a utas a vouchert, vissza kell adni a készpénzt, stb. Stb. Tehát lényegében egy kamatmentes hiteladására kényszerítették volna az utast. Ez ment fel uniós szintre, és most volt a döntés. És azt mondták, hogy nem, ilyen nincsen. Ha az utas kéri, vissza kell adni a készpénzt. Na most, mi fog ettől változni? Innentől vélemény? Szerintem semmi. Pontosan ugyanúgy nem fogják visszaadni, ahogy eddig se adták vissza. Illetve én már tudok két emberről, aki március elején utazott, és a Wizzair visszaküldte neki a pénzt. Tehát nem igaz, hogy senki nem kapta vissza, most már kettőről is tudok. És a Wizzair 60 napot mond, tehát hogyha valaki március 15-e előtt utazott, tőlük majd várnám egyébként a megfejtéseket. Ha van közületek olyan, aki március 15-e előtt kérte vissza, tehát túl van a 60 napon, hogy küldte a Wizzair, egy érdekes információ lehet. Ők továbbra is azt ígérik, és azt is kommunikálják a Facebook oldalukon, amikor a utasok kérdezgetik, hogy 60 napra ők fizetnek. De jellemzően ez a ritka. A légitársaságoknak a túlélése múlhat ezen, és pont nem érdekli őket. És itt nem arról van szó, hogy most az utasokkal hogy bánunk, senkinél se. Csődbe megyünk, vagy túlélünk. Tehát, hogyha mindenki, ha visszafizetnék, akkor sok légitársaság napokra, hetekre lenne a csődtől. Ezért azt mondják, hogy jó, pereljetek, jó, majd jönnek a, majd az uniótól is megkapjuk a magunkét. Kit érdekel? Tehát, ha mire ez rendeződik, nekünk most túl kell élnünk a következő néhány hónapot, mire ezek a perek eljutnak arra a szint, hogy ebből bármi legyen, addigra már rég nem erről fogunk beszélni. Ugye szerintem az EU megtette, amit kellett, megmutathatta, hogy ő fogyasztó érdekében jár el, igen, nem módosítjuk a szabályokat. Meg lehet édesíteni a vouchert, tehát rengeteg dolgot mellé tett ebbe a javaslatba, hogy hogyan lehet biztosítottá tenni, hogy ha a légitársaság csődbe menne, akkor is visszakapja az árat majd az utas. De ezek mind javaslatok, azt hiszem egyértelműen kimondta, hogy nincs változás a szabályokban, kötelesek a légitársok visszaadni, és innentől gondolom én, hogy ennek ellenére pont nem fogják visszaadni, vagy csak nagyon kevesen. Jó. Következő kérdés, Gatwick most akkor karanténos vagy nem? Pünköskor menne a család, de nem világos a UK szabályozás. Hát az egy, én nem is értem, tehát bejelentették konkrétumok nélkül, lesz karantén, nem mondták el, hogy kikre vonatkozik, tudjuk, hogy kikre nem, a tervek szerint Franciaországból érkezőkre, Írországból, meg még néhány kisebb szigetről, a bevezetésének az időpontját sem tudjuk. Május végét mondanak, az pont a pünkös környéke, de hogy most előtte, figyelni kell a szabályokat, és ki fog derülni, hogy előtte vezették be, vagy éppen a másnapján, nem tudják. Tehát ezt belengedték, megszellőztették, a légitársaságok elkezdtek tiltakozni, innen vált hírré, mert amúgy még nem akarták. Múlt heti Boris Johnson beszédbe is próbálta kerülni, de úgy utalt rá, a légitársaságok tényként kezelik, és próbálnak lobbizni ellene, meg a reptérüzemeltetők, de igazából senki nem tud semmit. Napokban kell, hogy a részleteket bejelentsék és szabályozzák, úgyhogy ez valószínűleg, annyit tudok, hogy május végére ígérték, hogy bevezetik ezt a kötelező 14 napos karantént. Azt írja, hogy hallgatom, március 17, Wizzair törölt járat Portóba, vízpontokkal vettem, és még nem írták jóvá.
Hát lehet, hogy nem bökött rá a hallgató, hogy mit kér, nem? Mert azt nem magától megy, tehát ott ki kell választani, hogy te mit kérsz. A pontot azonnal jóvá írják. Tehát én az sok törölt járaton volt, és rányomok, hogy 120%-os visszatérítés, és persze. Igen, rányomsz, ott van, ha rányomsz, ez igen, nem is probléma. De azt mondom, hogy valószínűleg a hallgató nem nyomta meg, a, nem választotta ki, hogy mit szeretné. Be kell lépni igen, a profilba, és, de ez kélek három gomnyomás, tehát ez tiszta. Abszolút, és gyorsan ez jön. Működik tényleg jól. Igen. A készpénzes visszatérítés az a nehezebb ügy. Aztán azt írja, hogy a nem véletlenül nyit Izland, a GDP 22%-a származott a turizmusból, a görög, a korvátok követik, népszerűtlen országok tarthatják a karantént. Aztán... Ez így van, ez kétségtelen. De ugye ráadásul pont ezt a két országot az ág is húzza, a görögöknek nagyon-nagyon fontos, hogy ne bukjanak be. Éppen a nagyon-nagyon durva megszorításokból jönnek ki, és éppen helyreáll a sok-sok év szenvedés után a gazdaság, tehát nekik nagyon rosszul jönne. Izland pedig tavaly volt egy brutális zuhanás a turizmusban, amikor a WOW Airlines csődbe ment, ugye 18%-ot hozták a turistákból, hogyha jól emlékszem, és csak egy hármat pótoltak a helyükre belépő, kicsit kapacitás növelő cégek, mint a Wizz Air, tehát ott már egy jókora visszaesés volt. Zárójelben megjegyezhetjük, hogy egy évvel korábban meg a túlturistásodás miatt sírtak, tehát ott meg már egy nagy lávadozás volt a turisták ellen, tehát ezt azért érdemes mögé tenni. Tavaly még ezen vitatkoztak, hogy jó ez így nekünk, hogy ennyit visszaesett, de olyan évet, hogy egyáltalán nincsen turista, olyan azért nem szeretnének is. De ők legalább tényleg profint tesznek érte, és akkor ha már szóba került, akkor hadd mondjam el. Nagyon egyszerű lesz, hogyha úgy nézzük, a 14 nap karantén ott is él, de nyilván egy turista ezt nem fogja vállalni. El fogják fogadni, még itt is a részletek persze bejelentésre várnak, hogy milyen az a teszt igazolás, milyen teszt eredményt, negatív koronavírus teszt eredményt fogadnak el a belépésnél, de ha nincs, akkor ott helyben a reptéren elvégzik a tesztet. Egyes hírek szerint az első időszakban ráadásul az ő költségükre, de ezt még meg kell erősíteni, ezt nyilván majd, ha megerősítik, akkor majd mondom, azonnal elmehet az első szállására a turista, ahol órákon belül megkapja a teszteredményt, és hogyha negatív, akkor mehet, viszont egy ilyen applikációt kell letöltenie, hogy tudják követni, hogy merre jár, meg hogyha véletlenül mégis tüneteket produkál és megbetegszik, akkor azonnal a kontaktkutatást azt tudják csinálni. Ez volt egyébként a sikerüknek a titka, hogy ők nagyon hamar behurcolták ugye a vírust, tehát amikor már február közepén, végén az osztrák sítelepekről bevitték, Izland volt az első, aki szólt az osztrákoknak, hogy gázban figyeljetek, és ugye nem csináltak semmit, ebből ugye botrány is volt, de ők azonnal lekutattak mindent, és már a lényeg. Májusban 3 esetük volt, hogy csomó napon nincsen. 3 új megbetegedés volt, tehát gyakorlatilag megszűnt a járvány, ezért is nyithatnak, csak ugye ezt próbálják megakadályozni, a turisták újra behurcolják. Ugye ez lesz tehát a rendszer, hogy applikációs követés, vagy ott helyben a reptéren általuk elvégzett teszt, vagy pedig a általunk bevitt teszt igazolás, és akkor lehet menni, és Izlandon aztán könnyű emberektől elkülönülni, és olyan helyekre menni, ahol nem találkozol senkivel, úgyhogy nekem, hát idén éppen nem terveztünk, de lehet, hogy mégis lesz egy Izlandunk. Két hallgató írja, hogy kapott pénzt a Wizz-től. Gábor jó, azt okay. írja, hogy ő visszakapott egy 9 eurós jegyet forintban a Wizz-től, és 60 napon belül volt az utalás. Március 22-én törölt ciprusi járatárát május 4-én utalták, és aha, egy másik hallgató, Laci is azt írja, hogy nekem utalt a Wizz-er, március 25-én visszaigényelt repülőjegyünk ára megérkezett a számlára május 10-én, neki is érdekes, azon a 60 napon belül van. Jó, ez fontos információ, tehát igen, akkor erre lehet számítani. Tehát vannak emberek, akik már láttak olyat, akinek visszafizetett jegyárat a légitársaság. Akik nekem mondták, azon kívül is, akkor ugye több hallgató is akkor ezt az információt megerősítette, tehát a Wizz-nél akkor lehet számítani arra, hogy akkor a 60 napon belül igen, készpénzes visszatérítés érkezik, igen. Aztán CTA Szicília, Catania, ugye? Június 24-től igen, vajon oké-e? Az olaszok azt mondják, össze-vissza beszélnek a politikusaik, azt mondják, hogy idén nem lesz turizmus, és lemondunk mindenkiről. A kevésbé fertőzött területek, egyébként éppen Szicília az egyik, a helyi erők pedig tiltakoznak, és megpróbálják elérni, hogy teljes katyvaszon nem tudhatjuk. Azt se tudjuk, hogy mikor indul újra a járat, nincs még járat. Most ezt nem tudom, hogy a Ryanairnek benne maradt-e a csökkentett júliusi menetrendjébe, emlékeim szerint nem.
A Wizzair meg hát ugye kérdés, az utolsó pillanatban fog eldőlni, hogy lesz-e egyáltalán mivel oda menni, ugye még ezt sem tudhatjuk, és a helyi hatóságok, tehát amennyire nyíltan és egyértelműen kommunikál Izland, már szabályokat is alkotott, amennyire majdnem teljes szabályrendszer van Görögországban, annyira nullát tudunk az olaszokról, hogy mit akarnak a szezonnal. Tehát mondjuk azért jó nagy különbség, hogy náluk azért sokkal-sokkal durvább volt ugye a járvány, a fertőzöttség, éppen túljutottak, éppen a csökkenő fázisban vannak, hát nem ezzel foglalkoznak még. Én inkább nem terveznék egyáltalán Olaszországba. Aztán, megtaláltam a hajnal üzenetet, ő írt talán először, 8-kor. Jó reggelt, július elején hazamennek édesapámhoz Spanyolországba egy hónapra, azon lamentálok, hogy vajon ebből 2 hetet karanténban fogok tölteni, majd mikor visszajövök, akkor itthon is 2 hét. Egyáltalán eljutok-e Alicante szent földjére repülővel? Jegyet ugye lehet kapni, de merjek-e venni? Na hát csak ennyi a dilemmám, köszönöm, hajnal. Szerintem nagyjából megválaszoltuk. Ugye a spanyolok az utolsók, akik bejelentették, hogy eddig szabadon lehetett utazgatni. Itthon is, ugye, amikor nálunk felfutóban volt a járvány, akkor ugye azt nem értettem, hogy Spanyolországból érkezőkre ez így ott a világon semmi korlátozás nem vonatkozott. Heteken át voltak járatok, és hozhatták be nyugodtan a vírust. Utána lett nálunk ez a szigorú karantén, ami most is van, és fogalmunk nincs, hogy mikor szűnik meg. Ugye ez még egy harmadik feltétele magyar utazóknak is, hogy vajon a magyar állam mikor változtat azon, hogy lehet a kezedbe akármilyen teszteredmény, semmi, senkit nem érdekel, nem lehet mutogathatod, és itt ráadásul a legszigorúbb, tehát a 2 hetes hatósági karantén vár rád, a piros címkés, hogy még a boltban nem mehetsz le, a kutyát nem viheted le sétálni, egy ilyen szintű karantén, csak azért, mert külföldre tetted a lábad, akár egy olyan teljesen tiszta országban, mint Izland, ha érkezel. Tehát ez a szabályozás ez nyilván nem jó, nem maradt így sokáig, de hogy majd mikor nyúlnak hozzá, fogalmunk nem lehet. Ez egy bizonytalanság. A spanyolok bejelentették a karantént, annak, hogy milyen lesz, hova kell menni. Hogyha mondjuk szüleimet látogatom meg, vagy ott élő ismerősöket, akik én vállalom, hogy náluk leszek 2 hétig, és tényleg nem megyek sehova, ha azt valaki vállalja, akkor dönthet így, de ott sem tudjuk még a részleteket. Ezek napról napra változnak, ezeket sajnos figyelni kell, és hát igen, azért is emeltem ki azt a 2 országot, amelyikkel lehet tervezni, mert az a ritkaság az igazából a kivétel, akiknél már vannak egész konkrétumok, és azok alapján lehet egyáltalán terveket szőni a nyárra. Az összes többinél majdnem mindenhol máshol nagyon nagy a bizonytalanság. És hát még nem tudjuk pontosan, hogy lesz. Kérem szépen, becsukjuk az online utazási ügyfélszolgálatunkat, eltelt a műsoridő, úgyhogy nincs tovább, nem tudunk az újabb kérdésekkel foglalkozni, tessék elküldeni a jövő héten. Na hát ennyi akkor, ennyi fért bele. Köszönjük szépen a megtisztelő egész heti figyelmet. Mindenkinek nagyon jó pihenést, a hétvége már szebb lesz, vagy legalábbis melegebb, mint volt a hét. Ezt már most is lehet érezni, érzékelni. Úgyhogy szerintem egy jó hangulatú hétvége lesz. Ez mindenkinek ezt kívánjuk, és azt, hogyha tehetitek, maradjatok itt a 90.9 Jazzin. Hírek jönnek László Békatitól, lesz egy csomó jó zene. Mindenkinek szép napot, jó hétvégét. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében 4 kanál. Hétfőn újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb. Műsorunk.